ugyanazok az érzéseim vannak, mint a másodikon, vagy akár az elsőn is, hogy de főleg a másodikon jól játszottunk és vesztünk, és ugye nyilván ennek megvan az oka, ugye eladott korongok az első harmadban, elugrottak háromszor, beverték mind a hármat, gyakorlatilag azon kívül nem volt helyzetük a videó alapján, és mi meg ugye megvoltak a helyzeteink, nem lőttük be. Úgyhogy, ahogy szoktuk ezt mondani ma a modern hokiba, nem mindig a több helyzet nyeri a meccset, hanem a kevesebb hiba. És ugye mi hármat hibáztunk, ők kettőt, három-kettő oda. Úgyhogy most jön egy ilyen do or die szituáció, ami egy új helyzet. Nyilván nyomás alatt kell játszanunk, de azt gondolom, hogy nem megoldhatatlan a feladat, mert ha ezeket a hibákat, eladott korongokat, vagy akár a blokkoknak a számát tudjuk csökkenteni, amit mi lövünk blokkokat, akkor ezt meg fogjuk tudni csinálni.